Fodrászkodás a Nagyecsedi Csillagpont Szolgáltató Közösségi Házban. Kádárné Erdei Edina fodrász egy 2 éves uniós programnak köszönhetően dolgozik itt. Ugyanis a Csillagházat az úgynevezett komplex telep program révén hozták létre, a település romák lakta szegregátumában. A közmunkaprogram keretében dolgozom a házban. Már most november óta egyre többen jönnek, mióta dolgozom itt, előtte is voltak, de azóta is sokan jönnek, fiatalok, idősek, vegyesen. Szerintem nagyon jó közösségépítő hatása van a fodrászoknak. A közösségformálás mellett képzéseken, foglalkoztatási programokban is részt vettek a hátrányos helyzetben élő helyiek. Játszóház és internetklub is működik itt. Szociális tanácsadással segítik a telep lakóit, és a házban még mosási lehetőséget is biztosítanak. A 142 millió forintos finanszírozású program hivatalosan tavaly ért véget, de a helyi önkormányzat hasznosnak tartja, így tovább működteti a szolgáltató központot. Maga ez a program is egyfajta eszköz az önkormányzat tárházában arra, hogy a mély szegénységben élőket valamilyen módon megpróbálja visszaterelni a munkavilágába, és visszaterelje a többségi társadalom mindennapos életébe, ami egy rettenetesen nehéz folyamat, meggyőződésem, és azt gondolom, hogy nyilván önmagában egyik programelem sem alkalmas arra, hogy maradéktalanul megoldja ezt a gondot. Nagyecsed, én mondhatom azt gondolom bátran, hogy azon túl, hogy az egyik leghátrányosabb helyzet, az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségei közé tartozó település egyike, a mutatóink is bőven rászolgálnak arra, hogy ilyen programokat készítsünk, hiszen mind a roma lakosság aránya, ami 20% körüli 20%-ot meghaladó, és ezen belül pedig a munkanélküliség aránya is közel 20%-os itt Nagyecseden, az aktív korúak körébe merítve. Szabolcsnál Bereg megye az Európai Unió egyik leghátrányosabb térsége. A szegénységben élők és a munkanélküliek száma ebben a régióban az egyik legmagasabb. Erről Ladányi János, szociológus hétfőn beszélt Nyíregyházán, aki a Kertvárosi Evangélikus Gyülekezet és a Tudástársadalom Alapítvány Tudáspresszó programjának a vendége volt. Ladányi szerint a szegénység elsősorban a munkanélküliségből adódik. Körülbelül ugyanannyi munkahely van, mint amennyi a rendszerváltás, mint a rendszerváltás utáni válságnak a mélypontján 1993-ban volt. Na most ez egy nagyon súlyos probléma, mert ugye ez átöröklődik, ez a probléma egyik generációról a másikra, és ma már felnőtt a második, meg a harmadik ilyen tartós mélyszegénységben, tartós kirekesztettségben, tartós munkanélküliségben élő népesség. A hátrányos helyzetű térségekben élők felzárkózását elsősorban az uniós támogatások segíthetik a jövőben is. Oktatási, foglalkoztatási programokkal működhetnek közre ezekben az önkormányzatok és más civil szervezetek.